Magyarországon jelenleg több mint 4 millióan dolgoznak mezőgazdasági őstermelőként. Azonban a gazdálkodók körében rendkívül népszerű őstermelő igazolvány túlnőtte eredeti célját, és gyakran problémát okoz az adószerkezet is. Éppen ezért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tervei szerint átalakítanák az őstermelés adózási és járulékfizetési szabályait, hogy csak az vegye igénybe az ezzel járó adómentességet, akit valóban meg is illet. Ez az őstermelői státusz manapság már az adózás szempontjából, illetve talán még lehet mondhatnánk azt is, hogy sok esetben adó elkerülési státuszt teremtett meg, ugyanis 600 000 forintig adómentes, és a családban ez mindenki nyilván élt ezzel a lehetőséggel, és az is őstermelő lett, aki egyébként nem foglalkozott termelővel. Én úgy gondolom, hogy most eznek az ideje fog elkövetkezni, amikor a klasszikus őstermelő az, aki több árut termel, mint a családi szükséglete, és elviszi a piacra, és ebből valamennyi bevétele is keletkezhet. Ezek az őstermelők, az már nem őstermelő, aki mondjuk 20-30 hektár repcét azért vett, mert le akarja azt adni, vagy 100 hektár kukoricát azért termel, mert a családi szükséglete ez. Az elképzelés szerint elsősorban az őstermelői tevékenység eredeti formáját erősítenék, valamint új vállalkozási formaként létrejönne a családi mezőgazdasági vállalkozás. Ez a adózási rendszer nem jelenti azt, hogy a mezőgazdaságból élőket esetleg meg akarják adóztatni, ugyanis az elképzelések szerint mezőgazdasági családi vállalkozóvá vált át az, aki most egy családi gazdálkodást foglal össze. Ez azt jelenti, hogy most a családi gazdálkodó vezetője viszi a kiadásokat, a költségelszámolásokat, és több tagja van papíron lényegében. Ezután nem lesz ránk kényszerülve arra, hogy a ma született gyereket már holnap őstermelővel lássa el, és a családi gazdálkodás tagja legyen, hogy többfelé kelljen írni a jövedelmet, mert 100 millió forintig adókedvezményt fog kapni ez a mezőgazdasági családi vállalkozás. Amennyiben a javaslatot elfogadják, akkor az új szabályozás 2020-tól lépne életbe. A tervek szerint a gazdálkodók számára pedig egy éves átmeneti időszak áll majd rendelkezésre, hogy eldönthessék, melyik működési forma éri meg nekik a leginkább.